Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy virágos jóslás június 13-án. Ezek a virágos kártyák az én kártyáim. Mutatom a csomagolást is, nagyon szép lett. Összesen 110 kártya, 110 jelentés, most német nyelven, de hamarosan megérkezik a csomag magyar nyelven is, meg is rendelhető nálam. És most ehhez a jósláshoz mi áll a középpontban? Ez a barátságokra utal. De én nem csak a barátságokat mondanám, hanem az ismerősöket, kollégákat, kolléganőket is ide venném. Miért fontos, hogy most ide nézzünk? Mert kell, hogy óvatosak legyetek. Vannak hamis kapcsolatok, hamis barátságok. És ez fontos, hogy itt oda nézzetek a dolgokra, és elgondolkozzatok azon, kiben bízhatok, és kiben nem. És ezeket a hamis kapcsolatokat jó lenne, ha befejeznétek, mutatja ez a kártya. De nem kell, hogy olyan szigorúan vegyétek a dolgokat, legyetek inkább visszahúzódók, nem kell mondani, hogy miért nem közöltök valamit, hanem maradjatok ebben a belső egyensúlyban, ezt mutatja itt ez a kártya. Amennyiben sikerül átlátni a dolgokon, és visszahúzódóak vagytok, azon kívül óvatosak, ez nektek szerencsét hoz, mutatja ez a virág. Ez által változik valami az életetekben, ez a kártya mutatja a változásokat. És melyik területen ez a virág a szívre utal, tehát a párkapcsolat területére? Lehet az is, hogy valaki a környezetetekben kíváncsi arra, hogy milyen a párkapcsolatotok, és kérdez titeket, hogy milyenek az események, de előfordulhat, hogy a hátatok mögött rólatok beszél, vagy neki üzen valamit, és aztán elcsodálkoztok azon, miért viselkedik ilyen furcsán. Legyetek óvatosak! És ez volt a virágos jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Vagy ezt a virágos jóslást, vagy a három kérdőjeleset, vagy mást, tegyétek fel a kérdéseteket, és mi megegyezünk valamiben. Vagy asztrológia nélkül, vagy asztrológiával. Asztrológiában van egy terület, és úgy mondanám, hogy ez nagyon ismeretlen. Nagyon kevesen foglalkoznak vele, holott ez egy nagyon régi tudás, de feledésbe merült, holott nagyon érdekes. Itt pillanatokról van szó az életben. Egy első találkozás, egy beköltözés egy új házban, egy új munka kezdete, valamilyen változás az életetekben, ami kihat a ti sorsotokra, vagy egy bizonyos termin, például egy bírósági ügy, és ott is meg lehet látni a horoszkóp által, hogy milyen pillanatban indul meg valami, és látható, hogyan folynak az események. Ami titeket talán inkább érdekel, az a szerelmi terület, melyik pillanatban ismertétek meg egymást, az első találkozás. Erre a pillanatra csinálok egy horoszkópot, ezt a pillanat horoszkópot másképp kell elemezni, mint egy születési horoszkóp,
ez egy más tudás, én kiismerem ezen a területen magamat, meg tudom mondani, hogyan alakulnak az események, mert ez le van írva a horoszkópban. Ha egy ilyen pillanat horoszkópot kértek tőlem, a díjam jóslással együtt 8500 forint, jóslás nélkül 5000 forint. Köszönöm figyelmeteket! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!